Évforduló 34 éve kapott városi rangot Záhony, ezt ünnepelték a határmenti településen. Bővül a bölcsőde, 60 férőhelyes lesz nyártól az újfehértói bölcsőde. Májusfát állítottak, a népi hagyományokat elevenítették fel hétfőn a múzeumfaluban. Valaha Ung vármegyéhez tartozott, ma pedig Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye egyik legfontosabb közlekedési csomópontja, idén 34 éves Záhony. Három év után ismét megtartották a város születésnapi ünnepségét, amelyen kitüntetéseket is kiosztottak. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Záhony Magyarország kapuja Ukrajna és Oroszország felé, történelme összefonódott a nemzet történetével. Így fogalmazott az ünnepségen Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. A kelet kapuja, vagyis Záhony, amely sokak számára olyannyira összeforra vasúttal, hogy Magyarországon egyedülálló módon a vasúti kerék is belekerült a város címerébe. A település 34 évvel ezelőtt vált várossá, azóta ennek alkalmából minden évben kiosztják a város okleveleit és emlékplakettjeit. Ez alól csak a pandémiás időszak volt kivétel. Már a harmadik évben maradt ki a városnapunk és az ehhez kapcsolódó városnapi programok, és pont egy olyan feszült időszakban, amikor szerintem nagyon hiányzott volna a város lakosságának egy kis kikapcsolódás, egy kis közös együttlét. Sajnos a pandémia és a háború miatti tevékenységek miatt ezt el kellett, hogy halasszuk. Remélem, hogy az idejében most az Isten is kegyes hozzánk, és jó időnk lesz. 30-án lesz egy hagyományos fákás felvonulásunk, és városnapi koncertek és programok, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk erre a rendezvényre. Bajor Tibor, Záhony város első polgármestere, a város hírnevét nem csak közigazgatási szempontból igyekezett öregbíteni, de Záhonyt tudományos szempontból is kutatta. Idén őt is kitüntette a város önkormányzata a településért végzett munkájáért. Mennél többet kutatok, mennél többet merítek a levéltárakból, hazai és ukrajnai levéltárakból, úgy derül ki egyre jobban, hogy bizony az a város, ez egy rendkívül érdekes város, mindig kiáll saját magáért. Szerintem az egyetlen város, vagy egyetlen település Magyarországon, amelyik háromszor költözött arrébb, tehát nem az eredeti helyén van. Ha az eredeti helyén lenne, akkor most Ukrajnában, Kárpátalján lenne a Záhony település. Sesták Oszkár beszédében emlékeztette az ünneplőket, hogy Záhony valaha Ung vármegyéhez tartozott, és hangsúlyozta, hogy a település sorsa geopolitikai okok miatt a mai napig egybefort Magyarország sorsával. A rendszerváltás követően nyilvánvalóan egy komoly visszaesés következett be a vasúti járműforgalomba. Aztán sok év telt el, ami hát ebben a Csipke-Rúzsi államban találta a várost, aztán néhány éve felvillant a kínai tranzitforgalomnak a lehetősége. Emlékszem, itt voltunk talán még a pandémia előtt menet közben egy olyan vasútlogisztikai fejlesztés megnyitását lehetővé tevő fejlesztési elképzelés felvázolásakor, amely a városnak egy újabb jelentős logisztikai, az új időkhöz, az új sejjelmúthoz kapcsolódó logisztikai fejlesztési lehetőséget jelentett volna. Aztán nem csak a pandémia jött, hanem az orosz-ukrán háború is, amely ezt a fejlesztési lehetőséget legalábbis megállította. Reményünk szerint csak megállította, de nem akasztotta meg. A közösségért végzett munkájáért elismerő oklevelet és emlékplakettet vehetett át Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője. A határátkelő helyen rendelkező települések tényleg kimagasló munkát végeztek. Jó érzés volt a török menekültügyi főbiztos, aki az Európa Tanács főbiztosa, hogy kiemelte Magyarország szerepét, de ha végig gondoljuk, vagy végig gondolom, akkor például George Pataki, aki aranyosapáti származású New York volt kormányzója, azt mondta, hogy zseniális, amit az emberek itt művelnek. Én úgy hiszem, hogy panasz nem lehetett arra, hogy az itt élő emberek tényleg szívüket, lelkéket, az áhonyiak természetesen, az áhonyiak is a szívüket, lelköket kitették azért, hogy a nehéz helyzetben került emberek itt valamiféle megnyugvást találjanak. Több záhonyi kitüntetett mellett Tóth Ferencné, a nőszövetség vezetője is elismerést kapott, aki a közösségi tevékenysége mellett 10 éven át gyűjtötte a régi fotókat, videókat és történeteket Záhonyról. Nagyon sokszor megható pillanatok voltak, ami
Végül is nem bántam meg, hogy ez majdnem 10 évnek a munkája, hogy ez létrehozott, létrejött, és akkor így fordult elő ez a film. Hát maga az, hogy a képeket, meg ugye a felvett eseményeket, azt az ember kézzel leírja, akkor gépbe beleírja, és akkor volt egy ismerős, aki álmomat megvalósította. A díszünnepségen közreműködtek többek között a záhonyi zenepedagógusok. Egyre több gyermek születik Újfehértón, így szükségessé vált a városi bölcsőde bővítése. A beruházás nyára készül el, ami után már 60 kisgyermeket tudnak fogadni az intézményben. A játékvár bölcsőde korszerűsítésére 624 millió forintos támogatást nyert Újfehértó. Tavaly augusztusban még az eredeti belső fal dekoráció volt látható az újfehértói játékvár bölcsőde korábban meglévő épület részein. Az új szárnyak építése is kezdetleges állapotban volt még az előző nyáron. 10 hónap telt el azóta, a folyamatos munkálatok pedig már jól látszanak. Helyére kerültek a vadonatúj műanyag nyílászárók, a legtöbb helyiségben, így például a mosdóban is elkészültek a burkolati munkákkal. A játékvár bölcsőde felújítására és bővítésére 624 millió forintot nyert el Újfehértó önkormányzata. A fejlesztésnek köszönhetően a korábbi 48 helyett több mint 60 férőhelyes lesz az intézmény, a gyermekek új eszközöket kapnak, és egy újabb játszóudvart is kialakítanak. Hosszú József polgármester televíziónknak azt mondta, nagy igény mutatkozik a kibővített bölcsődére. Top pályázat keretében Európai Uniós és kormányzati forrásból valósul meg ez a projekt. Korábban volt egy 4 csoportos bölcsődéje a városnak, az önkormányzatnak. Ez szerencsére kinőtte a város, és most felújítás és bővítés keretében egy 5 csoportos, 60 férőhelyes bölcsőde épül és bővül a régi bölcsőde helyén. Bízunk benne, hogy ez is nagy kihasználtságnak fog örvendeni. Nagyon sokan megállítanak nap mint nap, hogy mikor készül el már a bölcsőde, hisz látva a helyi demográfiai mozgásokat, nagyon sokan költöznek Újfehértóra, ez az fiatalok elsősorban, ez azzal jár, hogy gyerekek, hál' Istennek azzal is jár, hogy gyerekek születnek, és nekik pedig ugye fontos az, hogy ellátásukat biztosítsuk, úgyhogy ezért is nagyon várják már az itt lakók, hogy a bölcsőde elkészüljön. A megújuló és bővülő játékvár bölcsőde június végére készülhet el teljes egészében, és már nyáron fogadhatja a gyermekeket. Újfehértón egyébként ünnepeltek az elmúlt napokban, városnapi programsorozattal emlékeztek meg 2 jeles évfordulóról, a település mezővárossá nyilvánításának évfordulójáról, és arról, hogy 31 évvel ezelőtt Újfehértó újra városi rangot kapott. Helyi civilekkel és vállalkozókkal összefogva fejlesztik a turisztikai kínálatot a Berekben. Erről rendeztek a napokban szakmai tanácskozást Vásárosnaményban. A konferencián elhangzott, csak akkor lehet sikeres és fenntartható a fejlődés, ha az összefogásra épül. A helyi termékfejlesztési stratégia kulcsfontosságú eszköz a turizmus szempontjából, hangzott el egy szakmai fórumon Vásárosnaményban. Ezeket pedig gazdaságfejlesztési céllal is érdemes kihasználni. Vannak olyan jó gyakorlatok, jó példák, amelyeket be is lehet mutatni, hál' Istennek, és én úgy gondolom, hogy a mai fórumon a résztvevők azok ezekből a jó gyakorlatokból tudnak majd ötletet meríteni, és ez nem csak a saját fejlesztéseiket fogja segíteni, hanem még egyszer mondom, hogy a térség fejlődését is nagyban szolgálja majd, úgyhogy reméljük, hogy majd azok a jó gyakorlatok, jó példák, amelyek itt bemutatásra kerülnek, azok majd követőket is hoznak maguk után, és ezzel mi is el tudjuk érni azt a célt, amit kitűztünk magunk elé. És hát ugye emellett még azért itt a turizmusra visszatérve, ugyan akár a beregi térségnek a turizmusáról hallhatunk, illetve szóba kerül majd a falusi turizmusban rejlő sok-sok lehetőség is, amely itt az aprófalvas térségben én úgy gondolom, hogy tényleg egy nagyon komoly erőforrás. Az elmúlt több mint 10 évben kirajzolódott, hogy a Vásárosnaményi térségnek egyik kitörési pontja lehet a turizmus. Nagy hangsúlyt helyeztek a vadászati kiállításra, a horgászatra, a vízi és kerékpáros turizmus fejlesztésére. Mindez azért is fontos, mert 40 kilométeres körzetben 3 ország határ is elérhető. A természeti adottságok pedig mindehhez megvannak, hiszen a városhoz tartozik a Kraszna, a Szamos, a Tisza és a Túr egy-egy szakasza. Így a Berek szíve méltán lehet a térség egyik turisztikai központja.
Eddig mindig a Tiszapartra koncentráltunk, de megálmodtuk azt is, hogy miért ne lehetnénk kicsiben valamilyen szinten baja, hiszen a Kraszna folyó pontosan a városközpontot szeli ketté, és ahogy a Tisza elválasztja Gergely-Gornyát Vásárosnaménytól, úgy ott van még persze a Kraszna is. Láttuk azt, hogy a piac mögötti terület, illetve a Hunor Hotel és étterem, valamint a vadászati kiállítás helyszíne adná magát. Ide álmodtunk meg egy olyan sétányt, amely közel 1 kilométer hosszúságig kerékpározható és gyalogosan is bejárható, ugyanis megtudtuk azt, észrevettük azt, hogy nagyon kevesen vannak azzal tisztában, itt a városban élők is, hogy bizony a Kraszna-Tisza torkolat bejárható és megközelíthető. Ezen szeretnénk segíteni azzal, hogy ide egy hajó megállásra alkalmas területet is kialakítunk, illetve két kis kilátóval a Kraszna egyik és másik partján összekötnénk egy függőhiddal, emellett egy játszótér kerül megvalósításra, és persze egy olyan tanúsvény, ahol a gyerekek, a fiatalok megismerhetik az itteni élővilágot is. Az eredeti elképzelések mintegy 1 milliárd forintba kerültek volna a torkolati medence úszodával és egy a térségben egyedülálló vízi színpaddal. Ezekről azonban le kellett mondania az önkormányzatnak, hiszen az elnyert pályázati összeg 500 millió forint volt, ebből épül majd ki a Kraszna sétány. Nem múlhat el május 1-e májusfa állítás nélkül. A népi szokást elevenítették fel hétfőn a Sóstói Múzeum faluban. A kidíszített fa mellett dalokkal és táncokkal várták a közönséget. Itt a lányok, olyan iszkrák, a papagyok, kisabonság, a kutyával kinyalatják, a kapagyok, kinyalatják. Szárvaik, ha kemény van, járják a lélegény van! Hogy a legények elején vád ne érje semmit, lassú fogásolás fognak táncolni. Játékos udvarlás, tánc és mulatság. Ilyen hangulatban telt a májusfa állítás a paraszti kultúrában. A tavaszi ünnepkörhöz tartozó, széles körben elterjedt szokás területenként is nagy változatosságot mutat. A Sóstói Múzeum faluban a közösségi hagyományokat elevenítették fel a nézőknek. A jeles napok közül a május 1-e nem csak a munka ünnepe, hiszen a május 1-ére virradóra a szerelmes fiatal legények, akik éjszaka a bandával verődve várták ki a nyírfát vagy a nyálfát, ami éppen a környéken volt, azt a szerelmük kapujába rögzítették, szalagokkal díszítették fel, és természetesen reggel, mikor leány ki felébredt és kinézett a kapuba, láthatta ezt a szerelmi jelképet. Természetesen az idők folyamán a hagyományok átváltoztak, már a májusfák helyett inkább május kosarak készültek, úgyhogy itt a múzeumfaluban mi ragaszkodunk a régi hagyományokhoz, és nem is inkább a szerelmi jelképet, hanem a közösségi májusfaállítást helyeztük a középpontban. Ugyanis a falvakban ilyenkor május 1-én fölállítottak egy közösségi májusfát, és egy táncos mulatsággal végződött ez a nap. Természetesen arról nem volt munka, és mindenki lazított, és természetesen a népi gasztronómiák voltak azok, ami előtérbe kerültek. Így húzták fel a legények a feldíszített fát, amit ha a rivális legények nem bontották el idő előtt, akkor akár több hétig is állhatott. Sok helyen pünköstkor rendeztek mulatságot azért, hogy kitáncolják a májusfát. Ez a Sóstói Múzeum faluban is így lesz. Pünköstkor 3 napos rendezvénysorozattal készülnek a látogatók számára. A családi programok, játékok mellett táncosok és zenészek segítik majd akkor is a hagyományok felelevenítését. Természetesen kiállítások is várják az érdeklődőket. Egyet elárulhatok, hogy mióta van Hungarikum kiállításból értéktáras kiállításunk, eldöntöttük, hogy az 5 néprajzi tájegység értékeit bemutatjuk egy-egy alkalommal, úgyhogy pünkösd vasárnapján a beregi tájegység értékeit fogjuk bemutatni, lesz egy portagazda, aki végigvezet bennünket a beregi tájegységen, és bemutatja azokat a Szabolcs-Szatmár Bereg megye értékleába szereplő értékeket, amik arra a tájra jellemző. Legyen az épített örökség, néprajzi hagyomány, vagy pedig olyan szokás, amit már elfeledtünk. A Sóstói Múzeumfaluban Paraszti Praktikák címmel tárlat is nyílt, amely azt mutatja be, hogy elődeink milyen ötletes módon alakították át, hasznosították újra tárgyaikat. A kiállítás május 14-éig megtekinthető.
Kilométeres torlódást okozott kedden reggel a 4-es főúton az a karambol, amelyben két autó ütközött Újfehértó közelében. Az első információk szerint az egyik autós műszaki hibát észlelt, ezért nem tudta elkerülni a karambolt. A rendőrség vizsgálja az esetet. Futballoztak az ukrajnai békért a vármegye polgármestereiből és a lelkészekből álló válogatottak. A sportos esemény egyben kiállás volt a harcok befejezése mellett az emberi életek megmentése érdekében. Az eredmény ugyancsak másodlagos volt, de a lelkészek legyőzték a polgármestereket Nagydoboson. Kárpát-medencei református lelkészek és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgármesterek köszöntötték egymást a nagydobosi futballpályán néhány nappal ezelőtt. A községben különleges mérkőzést rendeztek, lelkészekből és településvezetőkből összeállított válogatottak mérték össze futballtudásukat. Mi már Lipők Sándor barátommal nagyon régóta gondolkodunk azon, hogy a vármegyei polgármestereket összeszedni egy csapatba, hiszen nagyon sok olyan polgármester van itt, aki a polgármesterség előtt vagy alatt is a településén futballozott, tehát tett a vármegyei labdarúgásért, és úgy néz ki, hogy első alkalommal ugyan egy picit nehezen, de azért össze tudtunk annyian jönni, hogy egy ilyen mérkőzésen ki tudunk állni, és hát reméljük, hogy egy jó mérkőzést fogunk játszani. A polgármester válogatott tagjaként több alkalommal is veszélyeztette a lelkész válogatott kapuját Baracsi Endre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke a kezdő sípszó előtt azt hangsúlyozta. A mérkőzés üzenete elsősorban az, hogy visszaálljon a béke Ukrajnában, és ezzel a kárpátaljai magyarok újra biztonságban éljenek otthonaikban. Itt vagyunk közvetlenül ugye az ukrán határ mellett Nagydoboson, és hát azt hiszem, hogy ezzel a mérkőzéssel azt az egységet próbáljuk meg, illetve hát azt üzenjük a világnak, hogy valóban a békés egymás mellett élés, illetve az a magyar közösség, aki ott van Kárpátalján, az számunkra nagyon fontos, és hát a mai mérkőzésen, amellett, hogy azért sportolunk is egy jót, és valóban barátok közt vagyunk, azért mindenképpen szeretnénk ezt az üzenetet megerősíteni. A Kárpát-medencei református lelkész válogatott 2019-ben alakult. Évente több hasonló kezdeményezésű mérkőzést is játszanak, nemrégiben például a magyar parlamenti válogatott ellen léptek pályára. A csapat oszlopos tagja volt Kós Lórán Zsolt nagydobosi lelkész, aki utolsó mérkőzését játszotta, és sokat tett annak érdekében, hogy létrejöjjön ez az esemény. Azért Kárpát-medencei, mert ugye a külhoni magyar református lelkipásztorok is meg vannak szólítva, és a csapatnak hát szinte a fele külhoni református lelkipásztorokból áll. Most is van Néváról, Brassó mellől, Székelyföldről, akik érkeztek erre az alkalomra, illetve Délvidékről, Felvidékről, egyedül Kárpát aljáról, de onnan is érkezett egy lelkipásztor testvérünk, mert ők nem hagyhatják el most a területet, tehát a válogatottnak azon tagjai nincsenek, és éppen ez a mottója a mai alkalomnak, hogy harc itt a nagydobosi focipályán a békéért. A békéért és Kárpátalja magyarságáért. A mérkőzés első gólját aranyosapáti polgármestere Kazsuk Csaba szerezte. A találkozó azonban végül a Kárpát-medencei református lelkész válogatott 4-2-es sikerével zárult. Egy pontot szerzett hazai pályán a kisvárdai futballcsapat az NB1 29. fordulójában. A Budapest Honvéd vendégeskedett a Várkerti stadionban, és hiába szerzett kétszer is vezetést a házigazda, a mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult. A forduló további eredményei a következők: Kecskemét Paks 2-3, Mezőköves Zalaegerszeg 1-2, Vasas Puskás Akadémia 2-2, DVSC MOL Fehérvár FC 2-0 és Újpest Ferencváros 2-3. A tabella élén a Ferencváros áll 60 ponttal, megelőzve az 51 pontos Kecskemétet. A 37 pontos Kisvárda a 7. helyen várja a folytatást. Milyen ételeket főztek és fogyasztottak 100 évvel ezelőtt Móricz Zsigmond korábban a vármegyében? Erre a kérdésre keresték a választ az első alkalommal megrendezett gasztronómiai versenyen a Kisvárdai Szakképzési Centrumban. Pergett leves, puliszka és almás porlós szerepelt az étlapon. Verseny előtti eligazítás a fehérgyarmati Móricz Zsigmond szakképző iskola aulájában. A Kisvárdai Szakképzési Centrum tagintézménye első alkalommal szervezett Móricz Ízvilága címmel szakácsversenyt. A megmérettetésre a környező szakképzőkből érkeztek csapatok.
5 csapatot hívtunk meg, ebből 3 a Kisvárdai Szakképzési Centrum is tagiskolái, 1 a Máté Szalkai Szakképzési Centrumból érkezett, 1 pedig a Lónyai Menyhér Baptista iskolából érkezett szakképzőiskolából, Vásárosnamenyből. Gyakorlatilag ez egy meghívásos verseny, ahol szakács oktatás folyik, szakácsképzés folyik. Tulajdonképpen ma már ez turizmus és vendéglátás ágazat néven szerepel. Iskolánkban hagyománya van ennek a képzésnek. Ragaszkodnánk a hagyományokhoz. A Móric rendezvény sorozatba szeretnénk ezt beilleszteni, Móric napok. Sürget az idő. A csapatoknak 2,5 órája van arra, hogy a menüsort elkészítsék. Pergelt leves, puliszka sült tarjával, almás porlós, mind Móric korának ismert szatmári ételei. A diákok feladata, hogy az előre meghatározott alapanyagokból újra értelmezzék ezeket a hagyományos ételeket. A versenyzők egy autentikus szatmári, 1920-ban is nagyon jól ismert, a névadónk által írt regényben, a Légy jó mindhalálikban olvashattunk erről, a puliszkáról, mégpedig, hogy milyen módon készítették el. Nem tartozott ez a leggazdagabb ételek közé, hiszen mai nap se, inkább ez kuriózum. Mi azt kértük a tanulóktól, a versenyzőktől, hogy újítsák meg ezt az étlapot, újítsák meg ezt a menüsort, és próbálják meg úgy a zsűri elé tenni, akik egyébként szakavatott zsűritagok, a közeli duális képzőhelyeinkből hoztuk a zsűritagokat, tulajdonosok, étterem tulajdonosok, panzióvezetők, és nyilván az iskola képviselője, hogy tudják majd ezt minősíteni, és a saját kreativitásukat megtalálják ezekben az ételekben. A verseny legeredményesebbje a Vásárosnaményi Lónyai Menyhért Baptista Technikum és Szakképzőiskola csapata lett. Másodikként a házigazda Kisvárdai SC Móricz Zsigmond Szakképzőiskolája, harmadikként pedig szintén a Kisvárdai SC tagintézménye, a második Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző csapata végzett. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Valaha Ung vármegyéhez tartozott, ma pedig Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye egyik legfontosabb közlekedési csomópontja, idén 34 éves Záhony. 3 év után ismét megtartották a város születésnapi ünnepségét, amelyen kitüntetéseket is kiosztottak. Egyre több gyermek születik Újfehértón, így szükségessé vált a városi bölcsőde bővítése. A beruházás nyára készül el, ami után már 60 kisgyermeket tudnak fogadni az intézményben. A játékvár bölcsőde korszerűsítésére 624 millió forintos támogatást nyert Újfehértó. Nem múlhat el május 1-e májusfa állítás nélkül. A népi szokást elevenítették fel hétfőn a Sóstói Múzeumfaluban. A kidíszített fa mellett dalokkal és táncokkal várták a közönséget. Május 2-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, mindjárt jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden este borult, de enyhe idő várható a vármegyében, a hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul. Szerdán napközben marad a felhős idő, de órákra kisüt a nap. A hőmérséklet 16 és 21 fok körül várható. A héten marad a tavaszias, kissé változékony idő, már 20 fok körüli délutáni hőmérsékletekkel.